Prokop Attila Miskolcon. Kedves Attila, milyen újra az itthonlét? Mit csináltál eddig? Nem, megölelgettem édesanyámat és édesapámat, mikor hazaértem, és megettem a fehér bablevest, amit nekem készített. Anyu. Mikor költöztél el Miskolcról? 2014. szeptember 12-én. Mintegy két hónapja. És ez alatt az idő alatt mi történt veled? Valójában semmi különös, összeköltöztem egy kedves hölgyel, illetve sok ismeretlen emberrel, valamint elhelyezkedtem szakácsként újfenn, nem tudom miért. Azt fogja... Ideges, te vagyok. Elmegyünk a Tokaji borozóba, ahol Troján Dániellel fogunk találkozni. Immár másodszor. Hoppá. Nem tudom, szerintem megiszünk néhány fröccsöt. Ezt javasolni fogom. Hát aztán ki merre, én elmegyek Timbire este. Ez biztos. 3000 érve, 2 érve. Jobb, mint ha elindám, nem? Nem úgy esélyes, hogy elindám. Az a baj, nem utalták még a fizik basszus. Hát csak azért tudtam hazajönni, mert kaptam ilyen kiegészítést. Nagyon durva színek vannak fenn a hegyen. Mikor jártál fenn utoljára? Minden bebarnult, csodálatos módon. Nézd meg! Saját szemedre. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Nézzük meg Ildit! Gyere! Na mi az Isten a kameráddal neki? Nem kéne. Ez kellett. Hogy? Ez kellett mondom. Hát utolsókkal tesz úgy. Momentán nem hiszem. És hol vagy Pesten? Melyik részen vagy? Jó lesz az építő. Pesten melyik részem? A közepén. Találta a kutyát. Akkor nem menték ki a Hollandba. Én a három egy biztos. Egynál megmaradt. És még így is szerencsésnek tartom magam. Én is annak tartom magam. Pont azért a három emberért. Én fellángolások között. Megújja. Régen? Ja, ja. 21 éve Gyuri volt, meg már lassan 22. Már lassan 22. Nem régen van. Nem vagy lassan, hát ma annyi. Régen van, de hát lassan annyi, mert már csak 3 hét is. Igen. Én? Vagy illetve még 3 hét nincs. De olyan állom szintén. Köszi! Sziasztok! Hello! Elénekeljük a dalt mindjárt, hogy ne sírjunk. Na sem felsőső! Levágta. Honnantott a lába. Nem tudtam nem észrevenni. Igen.
ő falában megy, de nem látom.